Közel 2 éve született az az álom, hogy a közlekedési múzeum új otthona itt Kőbányán, az északi járműjavítóban, a MÁV volt dízelmozdonyok karbantartására, felújítására szolgáló csarnokában jöhessen létre. A munkát elkezdtük, számos lépést megtettünk azért, hogy az új közlekedési múzeum létrejöhessen, lefolytottunk egy nemzetközi építészeti tervpályázatot, melynek nyertese a New York-i székhelyű Dillard's Cofidio Renfro építésziroda lett, és magyar partnerük az Ibl-díjas Noll Tamás által vezetett Timpanon budapesti székhelyű építésziroda, de a munka folytatása veszélybe került a koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt. A kormány most meghozott döntése lehetővé teszi, hogy folytathassuk azt, amit elkezdtünk, és minden olyan terv elkészülhessen, amely ahhoz szükséges, hogy megépüljön a közlekedési múzeum új otthona, új kiállítóhelye, raktárbázisa, látogatható raktárai, könyvtára, archívuma itt Budapesten, az északi járműjavítóban. Minden közberuházás segíthet a gazdaság újraindításában a koronavírus járvány után, de azt gondolom, hogy a közlekedési múzeum ennél sokkal többről szól. Egyrésztről egy világszínvonalú új múzeum a minőségi turizmus fellendülését hozhatja Budapest és az egész ország számára. Másrésztről pedig ez a helyszín Budapest legnagyobb összefüggő rozsdaövezetének kellős közepén található. A rozsdaövezetek Budapest legnagyobb rejtett tartalékai. Ezeken a helyeken a város úgy fejlődhet, úgy épülhetnek új lakások, irodák, hogy azokat könnyen ki lehet szolgálni tömegközlekedéssel, és azok közel vannak Budapest történelmi belvárosához. Nem kell fél órákat ingázni az agglomerációból, hogyha valaki egy itt létrejövő lakásba költözik. Ezeknek a fejlesztése Budapestnek elemi érdeke. Számos intézkedés történik most annak érdekében, hogy a rozsdaövezetek fejlődése beinduljon Budapesten, és azt gondolom, hogy a közlekedési múzeum létrejötte, egy szimbolikus erejű kulturális beruházás, egy új múzeum létrejötte, itt az egyik legnagyobb ilyen összefüggő budapesti rozsdaövezet kellős közepén is hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az egész térség a Józsefvárosi pályaudvartól a Népligetig tartó összefüggő elhagyatott volt ipari és vasúti terület fejlődése végre beindulhasson. Óriási munka áll előttünk. Nem csak egy új múzeumot kell megterveznünk, egy új és nagyon izgalmas állandó kiállítással, hanem a területet is alkalmassá kell tennünk, hogy egy évente több 100 000 látogatót fogadó múzeumként tudjon működni. Ehhez új közlekedési kapcsolatokra, közúti kapcsolatokra, új tömegközlekedési megállóhelyekre, új vasúti megállóhelyre, a nosztalgia villamosok számára, egy új végállomásra, hogy a belvárosba el tudják érni az új közlekedési múzeumot, és egy olyan új zöld parkra van szükségünk, amely körülveszi majd ezt az intézményt, és kapcsolatot teremt a Népliget felé is. Emellett, hiszen ez az épület sosem szolgált beltérként, alkalmassá kell tennünk múzeumi funkciókra, és föl kell tárnunk, majd meg kell szüntetnünk azt a talajszennyezést, amit a korábbi vasúti járműjavítóként való működés okozott itt. Tehát rengeteg munka áll előttünk, a kormány most meghozott döntése ehhez biztosítja a forrásokat, és minden olyan előkészítő munkát el tudunk ennek nyomán végezni, amely ahhoz szükséges, hogy ezt követően megindulhasson az építkezés, és létrejöhessen az új közlekedési múzeum itt Budapesten, Kőbányán, az északi járműjavítóban.